Kedves nézőink, itt vagyunk a Petőfi úton, ahogy az előzetes beharangozás is volt, hogy Tiszavasváriban megkezdődnek az útfelújítások. Hát nyilván sokan ezt úgy vették, hogy ez választási fogás. Most, ahogy látszik is a háttérben, igenis itt vannak a munkagépek, nagyon szépen haladnak, és erről beszélgetünk Szőke Zoltánnal. Hát nem tudom, hogy ez még mind polgármester, vagy mind már polgármester jelölt. Nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Még mind polgármester, hiszen a választások nem történtek meg. Október 13-án dönt majd Tiszavasvári város, hogy hogyan tovább. Tehát mint polgármester tudok és szeretnék is nyilatkozni arról, ami történik a Petőfi úton. De azt gondolom, hogy egy álom ilyen az, amikor valóra válik, hiszen a tiszavasváriak is, és én is azt álmodtam meg, hogy egyszer ez a Petőfi út, ami hosszú-hosszú évtizedek óta nagy igénybevételnek van kitéve, és az utóbbi években rohamosan romlott az állapota, majd meg fog újulni. Az idei év volt az, amikor tömegével voltak problémák a kátyuk miatt, nagyon-nagyon sok gondot okozott a közlekedőknek, a helyieknek, meg az átmenő forgalomban résztvevőknek is ez az útszakasz, és hát mindenféleképpen dönteni kellett és menni a támogatásért, és az eredmény az ugye megszületett, erről beszámoltunk már hónapokkal ezelőtt, hogy a magyar kormány egyedi kormánydöntés alapján egy komoly összeggel 260 millió forinttal támogatta Tiszavasvárit útfelújítás és járdafelújítás tekintetében. Na most a Petőfi út mindenféleképpen elsőbséget élvezett, tehát első útszakaszként jelöltük meg, amit fel kell újítanunk. Aztán ugye az igénybevétel alapján, a forgalom és sok minden más tekintetében a többi utat is szépen sorba vettük, és elkészült egy terv. A beruházás most kezdődhetett el, hiszen a támogatást, ha megkapjuk, akkor van egy tervezési folyamat, egy költségvetés készítése, a kivitelezőnek a kiválasztása, a testületi döntés, hogy kihangsúlyozom, tehát testületi döntés, megismétlem még egyszer, és utána jöhetnek a kivitelezők. Ez a tegnapi napon megtörtént, megkezdődött az útfelmarás, a mai napon pedig, hogy gyorsan és hatékonyan tudják a munkát végezni, már az első aszfaltréteg kerül leterítésre. Biztos, hogy lesznek kételkedők, természetes. És tényleg ezt én is meg akarom kérdezni, hogy ez most ilyen hirtelen rohamunk, hogy gyorsan öntsük le aszfalttal, és akkor egy év múlva újra össze-vissza fog repedezni, vagy pedig olyan szakembergárda csinálja, akik ebben járatosak, és hosszú távú garanciát vállalnak rá. Hát az utat azt évtizedekre tervezzük, építjük. Egy olyan szakembergárda építés készíti ezt az útszakaszt, akinek vannak referenciái és komoly tapasztalatai, de ha majd a vágóképek megengedik, akkor meg lehet mutatni a kedves tiszavasváriaknak, hogy itt milyen mélységében van az aszfalt fölmarva, tehát az útszakasznak azon részeit, amik meggyengültek, megrepedeztek, kivétel nélkül fölmarásra kerül az útba bele egy megerősítő háló, most a pontos kifejezését, megnevezését nem tudom, de megerősítik az aszfalt réteg alatt az út felületét, erre kerül egy réteg aszfalt, és a holnapi nap, ha jól tudom, akkor az egész utat telibe fogják aszfaltozni. Ezen túlmenően nem csak az út felület újul meg, hanem elkezdődött a patkarendezés, a patkát megnyesik, a patkáról a csapadékvíz, a hólé az árkokba fog majd lefolyni, és nem az útfelületet fogja tönkretenni. A patka nyesésen kívül a patka megerősítése is meg fog történni. Tehát ugyanaz utat nem tudtuk megszélesíteni, mert akkor újra kellett volna tervezni, és sokkal nagyobb költségvetéssel kellett volna kalkulálni. Viszont a patka megerősítéssel, aki esetleg lekényszerül az útnak a szélére, az sem fog elsüllyedni, vagy egy gödörbe, kátyúba kerülni, hanem meg egy megerősített útpatkán tud majd haladni tovább, és utána visszatérni az útteste. Tehát minőségi munkát várunk el, a kivitelezők minőségi munkát készítenek, és minden tekintetben ezt műszaki ellenőr felügyeli, tehát olyan munkát nem veszünk át, ami nem felel meg a követelményeknek, az előírásoknak. Van egy lista, amit elfogadott a képviselőtestület, hogy mely utak kerülnek felújításra. Ott is hasonló minőségű út várható? A felújítandó utak listájában vannak olyan útszakaszok, amelyek meleg aszfalttal kerülnek felújításra. Ezek a nagyobb igénybevételnek, nagyobb teherbírásnak kitett útszakaszok. Itt most megemlíthetném hirtelen az Rényi utat például, vagy az Ifjúsági út, esetleg a Szabolcs-Vezér utca. Viszont vannak olyan útszakaszok, amelyek kevesebb terhelést kapnak. Ott, mivel van út alap, megfelelő alap, ezért a martaszfaltos technológia kerül majd kivitelezésre. De most a martaszfaltos technológiáról most azt kell tudni, hogy az időjárás már nem
igazán kedvez ennek a munkának. Azért nagy valószínűséggel a jövő évben, tehát amikor az időjárás újra fölmelegszik 20-25 Celsius fok környékére, a martaszfaltos utak felújítása akkor fog bekövetkezni. Most viszont, amíg az időjárás engedi, nincsenek komoly fagyok, a meleg aszfaltos utak folyamatosan fognak megújulni még az idei évben. Tehát bízom benne, hogy most a Petőfi út után rákerül a sor a Zrínyi utcára, a Szabolcs vezér ifjúság utca, de ez a kivitelezőktől és az időjárástól fog függeni a jövőben. Ahogy elkészül, lekerülnek itt a különféle korlátozó táblák, és egyből igénybe veheti a lakosság? Lakosság egyből igénybe veheti. Most is próbáljuk úgy az útszakaszt rendelkezésre bocsájtani, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza. Ugyan két napon keresztül most teljes útzár van, csak az itt lakók mehetnek keresztül, vagy hajthatnak be a portájukba bizonyos időszakokban. Viszont ha kész az út, rá lehet hajtani, lehet majd használni. Azt el szeretném mondani, hogy mindenféleképpen arra fogunk törekedni, hogy az útszakaszt megóvjuk, megvédjük, tehát nagy valószínűséggel visszaállításra kerül egy súlykorlátozás. Bízunk benne, hogy az új útszakaszon nem a száguldozás lesz jellemző, de ha ez előfordul, akkor kérni fogjuk a rendőrségnek a hathatós fellépését, tehát akár trafipaxot is kitelepíteni erre az útszakaszra. Tehát ezt a több 10 millió forintból megújult Petőfi utat szeretnénk a jövőnek megőrizni, az itt élőket biztonságban tudni, és olyan igénybevételt, körülményeket biztosítani, hogy az út hosszú távon megmaradjon a tiszavasváriaknak. Mivel nem akarom, hogy bennünket is leaszfaltozzanak, mert igen, közel járnak már. Maradjunk annyiban, hogy folytatjuk a beszélgetést akkor, amikor a többi útra is sor kerül. Így legyen.